Törlei Katalin és Pukli István a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlőnek. Jó estét. Jó estét. Nyár elején azt mondták, hogy dehogy hagyják abba, nyáron szervezik, hogy mi lesz ősszel. Hát most nem akarok senkit elkeseríteni, de már csak pár nap és itt az ősz. Szóval, hogy akkor mind dolgoztak és mi válhat össze? Nyáron valóban dolgoztunk. Egyrészt igyekeztünk definiálni saját magunkat, hogy értékelve az előző fél évet, hova jutottunk és milyen formában tudunk tovább menni. Illetve egész nyáron érkeztek be hozzánk olyan panaszok, olyan ügyek, amelyeket összegyűjtöttünk és amelyeket most is folyamatosan igyekszünk nyilvánosságra hozni. Gondolok itt a nagyon furcsa igazgatói kinevezésekre, illetve azokra a várható veszélyekre, amelyek most fognak majd jelentkezni, de amelyek már embereket, kollégákat érintenek, például reálszakos tanárokat. Hány ilyen jelzés érkezett önökhöz, hogy például valakinek azért lett bántódása, hiszen volt is már olyan vendégem az ön társaságában itt a stúdióban, mert hogy ő részt vett a kockás inges tiltakozáson, vagy esetleg más tiltakozáson, ami az oktatással kapcsolatos, és akkor tehát csak a vak nem látja, hogy bizony ez lett a következménye, hogy utána, ha a legjobb pályázatot írja, akkor se kell sehova. Elég sok, viszont most itt konkrét eseményt is tudok mondani, mert hadházinő ügynek folytatása is van. Nem tudom, hallottak-e róla, őt kiszervezik néhány kollégájával együtt az iskolából, tehát megvan a bosszú is. Hát vagy választja a felmondást, vagy egy másik helyen kell folytatni a munkáját, nem engedik ott tovább dolgozni, ahol eddig. Tehát nem is taníthat ott az iskolájában? Nem. Állítólag az igazgató úr nem volt képes elkészíteni a tantárgyfelosztást sem, és ez lehet ennek az oka. Ez még kiegészítésként elmondanám, hogy vannak, akiknek felajánlottak másik intézményben tanári állást, de olyan is volt, akinek portás állást ajánlottak föl egy másik szakképző intézményben egy tanárnak. És abszolút bizonyítható volt, hogy ez egész biztos, hogy bosszú azért, mert ő felemelte a szavát az oktatás helyzetét. Hát mi bizonyítható, de hát feltételezhető minden esetre. Tehát nem hát volt a bizonyítható, persze, tehát bizonyítható, úgy bizonyítható, hogyha mondjuk valaki írásba adta, hogy kedves hölgyem, uram, ön kockásingbe jött, tiltakozott, szitta a kormányt, csúnyákat mondott Palkovics, ezért aztán menjen portásnak. Tehát nyilván ez egy bizonyíték, mert ilyet meg senki nem fog leírni, de még szóban sem közölni. De hogy azért ennek vannak napnál világosabb jelei, hogy valakinek onnantól kezdve ellehetetlenült a szakmai helyzete az adott oktatási intézményben, amióta ő felemelte a szavát, vagy tiltakozott. Tehát, hogy ennyire tényleg szemmel látható történetek vannak, és érzékelhető történetek abszolút, vannak? Abszolút, igen. De és akkor mi lesz össze? Tehát mi az, hogy önök most még határozottabban, még radikálisabban, még több meglepetést előkészítve, hiszen Palkovics államtitkár azt mondta, hogy meghallgatták önöket, mármint a pedagógusokat, és meg is értették, és meg is változtatták azt, amit önök kértek, hogy hát amit megkérdezik. Részletváltozások ugyan voltak, ez igaz. Tehát itt most a részletváltozások voltak. Már átalakítják a klikket. Megszüntetik a helyi közösségek önrendelkezési jogát teljes egészében. Megy az államosítás, még inkább afelé tartunk, hogy centralizálják az egész oktatási rendszert. Előkészítetlen lépéseket hajtanak végre. A köznevelési kerekasztal eredményeként ugye a pedagógusok egy része, a munkaközösségvezetők, az osztályfőnökök és a diákönkormányzatot segítő pedagógusok elméletben kapnának tanóra kedvezményt. Azonban a tantárgyfelosztást korábban kellett az iskoláknak elkészíteni, mint hogy ezt a jogszabályt bevezették volna, így most a klikkeknek a költségvetése személyi juttatásokra fog elmenni, mert túlórában kell kifizetniük, tehát nincs ez sem megtett. Ez van egy meghatározott összeg, ezt kell akkor erre az évre fordítani, és ez most személyi juttatásokra fog elmenni. Tehát előkészítetlen az egész, meggondolatlan lépések, ahogy végignézzük a szakképzéstől kezdve a nemzeti alaptanterv, újabb nemzeti alaptantervnek a vízióját az egész. Az a most mi van? Tehát a nemzeti alaptanterv változása az is ugye megígérték. De hogy ott valami előkészítés, vagy valami konkrétum történt-e, vagy elhangzott-e? Állítólag dolgoznak rajta, roham munkában, hogy
kik, milyen szakértők, kiknek a bevonásával, erről nem tudunk semmit. Én azt hittem, hogy önök tudnak valamit, mert én nem hallottam, nem olvastam semmit, hogy kik dolgoznak az új nemzeti alaptanterven. Mi sem olvastunk erről, és nem is hívtak föl minket telefonon, hogy megmondják nekünk, vagy hogy esetleg az általunk javasolt szakértőket delegálhassuk ebbe a munkába. Folyamatosan beszélnek a gyerekek terheinek a csökkentéséről, de ez szintén teljesen szakmaiatlanul oldódik meg. És rövidebb lesz a kicsiknek az óra, nem? Hát nem lesz rövidebb, hanem a 45 perces órán belül 30 perc alatt kell a tananyagot elsajátítatni. Tulajdonképpen voltam a köznevelési tanévnyitó konferencián, a tanévnyitó konferencián pedig a helyettes államtitkár úr elmondta, hogy tulajdonképpen legalizálják azt a nagyon is helyes gyakorlatot, amit eddig is követtek a pedagógusok, hogy amikor szükség van rá, akkor kompetenciát fejlesztenek, amikor pedig nincs, akkor éppen tananyagot sajátítanak el, és 30 perc után is ki lehet venni szünetre, vagy 45 perc után is. Az egésznek semmi jelentősége nincs, ez csak egy politikai szlogán. De 30 perc után nem szokták a gyerekeket kiengedni szünetre, maximum, hogyha már az osztály teljesen elveszítette a józan eszét, a türelmét, és a gyerekek hirtelen, nem tudom, mélykassá változtak, akkor így együttesen, akkor a tanárnéni vagy tanárbácsi azt mondja, na gyerekeim, akkor most egy kicsit lehiggadunk, és akkor beszélünk arról, hogy most mi történt, vagy bármiről, tehát a gyereket meg kell fogni, érdeklődést visszahozni, nem tudom, tehát ezt a pedagógusok most is csinálják, csak most ez így le is lesz írva, hogy akkor a maradék 15 percben, igen, hogyha már elborult az osztály, akkor próbáljuk őket visszahúzni a való világba. Sok iskolában egyébként ez leírt és nyilvánvaló gyakorlat volt, hogy az elsősöknek nem 45 perces órával kezdenek, mert pontosan tudják a tanító kollégák, hogy nem lehet lekötni a figyelmüket ezeknek a pici gyerekeknek 45 percig. Tehát én is például a már rég érettségizett lányomat egy olyan iskolába irattam be, így akkor most már 10-12 évvel ezelőtt, ahol 25-30 perces tanórákkal kezdtek. Tehát ez nem egy truváj, nem egy új fejlesztés. Tehát az óra ugyanúgy 45 perc marad, csak a pedagógus dönthet úgy, hogy 30 perc után akkor valami mással foglalkozik, és nem a, nem tudom, az A betű formázása, mint ahogy eddig is. Felsőbb években pedig az intézményvezető nyakába varják a tananyag csökkentést tulajdonképpen. Arról van szó, hogy... Hogy kell a felsősöknél tananyagot csökkenteni? Hát ez is egy érdekes kérdés. Nem csak a felsősöknél, a gimnáziumban is van lehetőség. Az érettségi követelmények természetesen nem változtak meg még annyira, hogy ez érezhető is legyen, és nem is tananyag csökkentésről kellene beszélni, hanem tananyag átalakításról, alapjaitól kellene újraépíteni az egész rendszert. Tehát itt nagyon félrement valami, de a lényeg ebben az, hogy az intézményvezető rendelheti el az esetleges többletmunkát a tanulók számára, ami eddig egyébként szabadon választható óraként szerepelt a köznevelési törvényben, ami annyit jelent, hogy innentől kezdve azt lehet mondani, hogy az intézményvezető felelős a diákok túlterheléséért. Intézményvezető felelős a diákok túlterhelésé. Akkor ő, mint intézményvezető, mit tehet? Én felelős vagyok, nem tudok mit csinálni. Mindenért felelős, én azt tudom, csak a fő felelősön. De hogy valamit tegyen is ennek érdekében, mármint hogy ne legyen túlterheltek a diákok, akkor intézményvezetőként milyen jogosítványai vannak? Azt mondja a gyerekek, mármint a kollégáinak, hogy akkor jó, hagyjátok a felvilágosodást, és akkor ugorjatok egyet, és akkor kevesebb a tananyag, hogy mit tud csinálni? Hát igen, tananyagról beszélünk, és az OFI képviselője Kaposi úr is tananyag csökkentésről és tananyag megvágásról beszél, holott tényleg nem ez lenne a kérdés, hanem a tananyag nem cél, hanem eszköz. Ezt kellene végre felfognia mindenkinek, hogy egy eszköz ahhoz, hogy a tanulóknak azt a kompetenciáját fejleszük, hogy egész életen át képesek legyenek újat tanulni. Mert hiába lesz valakiből köműves, hiába tud falat rakni, lehet, hogy 30 év múlva erre a szakmára egyáltalán nem lesz szükség. És hát az érettségi követelmények továbbra sem változnak meg, és nem tudunk húzni a tananyagból, tehát nincs mit húzni, mert hogy a felsőoktatásban nincs esélyük bejutni a gyerekeknek ebben az esetben, ha nekiállunk és húzunk valamit. Rossz kedvűen kezdik el ezt a tanévet? Ez nem ennyire egyértelmű. Egyrészt mozgalmárként, vagy hogyha arra figyelek, hogy működik, vagy nem működik ez az egész iskolarendszer, hogy kommunikál továbbra is hazug módon az oktatás irányítás, sikertörténetként tálalva ezt a teljesen előkészítetlen és nagyon sok ponton rettenetesen szakmaiatlan tanévkezdést.
Ugyanakkor meg hát arról is szó van, hogy találkozni fogunk a tanítványainkkal, és az jó. Tehát az egyetlen dolog, ami még működik egy csomó helyen, az az, hogy a tanár és a diákja között van egy viszony, és tudnak együtt dolgozni. És ezt jó esetben, ha nem is nagyon szívrepesve, de a diák is várja, meg a tanár is. És azt gondolom, hogy még ebben a szörnyűséges szisztémában is van a tanároknak dolguk. Tehát például azt szoktuk mondani a tanítanékban, hogy olyan gyerekeket szeretnénk képezni, akik probléma megoldók, nyitottak a világra, boldogulni fognak, kérdéseket tudnak feltenni. Szerintem most pont egy olyan társadalmi helyzetben vagyunk, ahol meg kell nekik tanítani, hogy ne fogadjanak el kész válaszokat, ne fogadjanak el kék alapra írt megkérdőjelezhetetlen üzeneteket, hanem minimálisan tegyenek fel kérdéseket, kezdjenek el gondolkozni. Szóval van dolgunk, és ezért jó visszamenni az iskolába. Hát ez soha nem árt, hogyha a társadalom nagy része gondolkodik. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.